szíves figyelmükbe ajánljuk stúdiónk most következő Itthon című kulturális magazinját. A viszontlátásra holnap. Jó estét kívánok kulturális magazinunk nézőinek, köszöntöm Önöket itthon. Élő adásunk alatt hívható telefonszámunk a szokásos 210-224, és ezt a 80-as körzetben tárcsázhatják. Immár 5. alkalommal rendezték meg Pécsett a Frankofon hetet, melyet a franciául beszélők nemzetközi ünnepe alkalmából szerveztek meg, most már hagyományteremtő módon. A rendezők igyekeztek mindenki érdeklődését fölkelteni, ezért idén az eddigiekhez mérten is sokszínű programot állítottak össze. Éppen ezért volt itt fotókiállítás, könyvbemutató, filmvetítés, sanzonest, koncertek, sportverseny és diákszínjátszók fesztiválja is. Pillanatképek egy egyedülálló rendezvénysorozatból, nem csak azoknak, akik beszélik a nyelvet. Megállni egy-egy fotó előtt, meghallgatni egy sanzont, elbeszélgetni egy diákszínjátszóval, azok is megtették, akik egyszerűen csak érdeklődnek egy más kultúra iránt. És Pécsett, ez már nem újdonság. Még egy kis malőr is belefér. Bardóczi Attila ugyanis bereket, helyette Anne Baki énekelt sanzonokat, aki ellenben igen jó formában volt. Nem véletlen, hogy együtt járják hazánkat és Franciaországot Jacques Brel, Yves Montand és más neves művészek dalait népszerűsítve. A párizsi hangulatot varázsolták elénk Robert Cresson fotói is, aki szereti, ismeri, figyeli, rögzíti, újra és újra felfedezi a művészetek fővárosát. Gózál a kis utcákban és lényegtelennek tűnő mozzanatokat örökít meg, melyek hirtelenében fontossá válnak és átlényegülnek. Az amatőr fotós legelső képeit, mint kiderült, piáról készítette. Édesapám amatőr fotoművész, és 73 óta fotózik, nagyon szeret sétálni cél nélkül reggel, mert korán kell fel mindig, és akkor reggel elindul valahova, leszáll a metróból, mert ugye Párizsban sok a metróállomás, úgyhogy bárhova is lehet jutni, és akkor elindul, és vagy fotózik, vagy nem. Ez nem a fő cél a fotózás, ilyenkor, hanem a séta, körülnézés, de amikor lát valami érdekeset, akkor mindig van nála a gép, szóval az a lényeg. Ha manapság netán eszünkbe jutna egy újságárusnál francia folyóiratot vagy magazint kérni, elvethetjük az ötletet. A Marie Claire, a Voici és egyéb ínyentségek egyelőre hiánycikkek nálunk. A lehetetlen varázsolódott a nyelvtudói elé ezen a tárlaton. Több mint 200 sajtótermék a sport, a politika, a pletyka kedvelőknek. A még kíváncsibbak a tudomány világába is bepillanthattak a szaknyelvi kötetekben. A mesevilág is valóság lett néhány órára, nem is akárhogyan. Az afrikai gyerekek kedvenc mesefigurái elevenedtek meg a Fekete Afrikai Kultúrákért Egyesület jóvoltából. A hiéna. A hiéna milyen szerepet játszik? Gonosz vagy jó? Buta. Nem gonosz, se jó, de buta általában, és a nyúl a legokosabb általában. Se van, és oroszlán, ami kifejezi az erőt, a hatalmat. Elefánt? Elefánt, igen. A bölcsesség. Bölcsességet? A bölcsességet kifejezi. És akkor együtt, mintha egy mikrotársaság, amiben fognak játszani az állatok, de mondjuk, hogy az állat keresztül, akkor az emberek kell látni. A mesék világából táplálkozik az afrikai irodalom is, melynek küzdő szelleme ma is a régi. Harc a demokráciáért, a függetlenségért, az igazságosabb életért, az afrikaiak elfogadásáért
egyenjogúságukért. Jean-Jacques Nkollo francia-kameruni író előadását sokan élvezték. Csak úgy, mint a petankot, a franciák kedvelt sportját. A gyakorlás már nem is volt fontos, hiszen az elmúlt 5 év alatt a mieink is megtanulták a szabályokat. A franciául beszélők nemzetközi ünnepén március 20-án szerte a világban 150 millióan éltetik a frankofon kultúrát. Hogy a nyelvtudás értéke felbecsülhetetlen és hogy feltétele Európai Uniós tagságunknak is, ezt a pécsi frankofonok nagyon jól tudják. A franciák rettenetes sokat áldoznak arra, hogy az Európai Egyesülés forgatagában megőrizzék a francia nyelv hegemóniáját és a kultúrát tovább terjesszék. És ennek Magyarországon is igenis vannak jelei. Büszkén mondhatom, hogy Pécs, hogy ez a környék, ez a régió ebből a szempontból azért is érdekes, mert köztudott, hogy egy hagyományos, nagyon régre visszatekintő német dominancia színhelye a város. És ennek ellenére, vagy ezzel együtt színesíti ezt a francia kultúra. Nagyon örülök, hogy a frankofónia ennyire aktív Magyarországon. És a frankofóniát kifejezetten hangsúlyozom, tehát nem a franciákról van szó itt, hanem a franciául beszélő emberekről, aki akármilyen állampolgárságú vagy nemzetiségű lehet. A főszereplők természetesen most sem hiányoztak, sőt, soha ennyien nem voltak még. Több mint 500-an zsúfolódtak be a helyőrségi klubba 21 magyar és 6 külföldi középiskolából. Olaszok, románok, bolgárok, csehek és belgák mind franciául beszéltek, és ez tetszett a mieinknek. Molière nem maradhat le az étlapról, Ionescu és egy nagy visszatérő, de az idén sok kreáció is lesz, tanárok, diákok írtak darabokat, és ezeket játsszák a diákok, de itt van a francia új abszurd is, mint például Jean-Michel Ribes. Sőt, még francia képregény adaptáció is van, a Bencések játszák az Asterixet. Quel homme m'avez-vous la amené? Je vous demande pardon, monsieur. Ne prenez pas garde à ce monsieur, c'est un acte pour dire... Ne parlons plus de cela, monsieur. J'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde. Voltunk itt tavaly, és nagyon tetszett az egész, 4 napot eltöltöttük, és eldöntöttük, hogy idén is muszáj jönni. Szóval nagyon tetszett, mert rengeteg franciával megismerkedtünk, tudtuk gyakorolni a nyelvet is, meg egyébként is szeretünk színházat játszani, szóval. Meg hát gondolom jó bulik is voltak. Persze, éjjel-nappal voltak bulik, úgyhogy nem unatkoztunk egy percre se, szóval tényleg nagyon volt. Mit fogtok most előadni? Boris Vian-tól adjuk elő a Cinéma Sex című darabot. Ezek ilyen filmparódiák végül is, több filmparódia. Ennyi győztest csak egy ilyen színházi fesztivál tud felsorakoztatni. Ha nem is jutott mindannyiuknak kupa vagy kanadai utazás nyereményül, gazdagon térhettek haza. A Pécsi Körzeti Stúdió kulturális magazinját látják, megismétlem telefonszámunkat a 0680-as hívószám után a 210-224-et tárcsázzák. Véget ért a Somogyi Tavaszi Fesztivál, mely az idén sokrétű, rangos eseményeivel a legszélesebb érdeklődést tudta kiváltani a somogyiak és a megyén kívüliek között egyaránt. Marcaliban 2 napos konferenciát tartottak a kisvárosok életesélyei a 21. század küszöbén címmel rangos előadókkal. A helyi kulturális központ és a kultúra közvetítők társasága közös szervezésében a kisvárosok társadalmi, környezeti, gazdasági és szellemi kultúrájának aktuális kérdései tárgyalták meg a résztvevők, különös tekintettel az elmaradott kistérségek kitörési lehetőségeire. Mennyire aktuálisak ma ebben a városban azok a kérdések, amelyek felvetődnek a konferencián? Hát úgy érzem, hogy erősen aktuális a kérdés városunkban is, természetesen tulajdonképpen ez is indított bennünket arra, hogy kezdeményezzük a konferencia rendezésének jogát, hogy városunk kapja. És hát
úgy érzem, hogy számunkra is nagyon meghatározó a további sorsunk szempontjából az, hogy valóban vannak-e esélyei a városunknak is egyszer, mint, és hát a városban az intézménynek, mint kultúra közvetítő intézménynek. Az előadásban elhangzott, hogy a határmenti kistérségek elnéptelenednek, ez valószínű kulturális devalvációt is jelent. Igen, én óvakodnék attól, hogy melyik előzi meg a másikat. Úgy mondják ezt, hogy okok és következmények láncolata ez, hiszen a korábbi határviszonyok, vagy a háborús határviszonyok a közelmúltban valóban riasztóvá tették a határmenti térségekben az élet lehetőségeket és a fejlődés lehetőségeit. Ez azért fontos a mi témánk szempontjából, hiszen Európa legkisebb országgal vagyunk, amely a legtöbb országgal határos, tehát hogyha az egész Európai Unióhoz való integrációnk bekövetkezik, akkor ezeknek a határmenti területeknek a lehetőségei fölértékelődnek. Egy leszakadó, előregedő, a kulturális alapintézményét, a humán erőforrásait tekintve leszakadó határmenti területek nagyon nehezen lesznek integrálóképesek, ezért hívta fel erre a figyelmet. Volt egy kedvenc könyvem, az volt a címe, hogy Azon túl ott a tágvilág. Az abba leírtak, mennyire érvényesek ma is a vidékiségre, a kisvárosokra, mik a kitörési lehetőségek vagy pontok? Hát, hogy mik a kitörési lehetőségek vagy pontok, ez egy külön műsorszám. Azt gondolom, hogy amit 18 évvel ezelőtt erről a dologról megírtam, 79-ben jelent meg ez a könyv, amire utalt, sajnos körülbelül a 80%-a érvényes legalább. Az alapvető kitörési pont a valahol a szellemi szféra, a kultúra szférájában van. Szóval azt gondolom, hogy gazdasági, egyéb szférákban mozdulni, előrelépni, kitörni a kisváros zártságából, kitörni az évszázados elmaradottságokból egy-egy kistérség számára, alapvetően a szellemi szféra mentén lehet. Hogyha a kistérségeket nézzük, akkor a kulturális intézményrendszer egyes intézményei mennyire kihasználtak, és mi a jövőkép? Az ország ilyen vidéki kis területi egységeinek több mint a felében ma még a kulturális intézményrendszernek az alapállapota, nem merem azt a kifejezést használni, hogy fejlettsége, egy kicsit kedvezőbb, mint a többi mutatói. Érdekes módon az embereknek a kultúrás igényét elementárisan fejezi ki, egy nagyon elmaradott térségben, például Borsodban, Abaújban magas a könyvtárlátogatás és a könyvtári kölcsönzések száma, ha már az intenzitásra kérdezett rá. Úgy tűnik, mintha vidéken is, tehát a kisvárosokban is futószalagon működne a kultúra, magasabb igények nincsenek, egy ilyen konzumkultúrára talán még jut pénz, de ez egy rossz tendencia, azt gondolom. Rossz tendencia bizonyos értelemben, de azt gondolom, hogy nem elkerülhető és szükségszerű. Minden vonatkozásban ez a globalizálódás, nemzetközi szintű egyformásodás, ez létrejön. A kultúrában is természetesen, és ez egyfelől természetesen rossz, mert értékek elvesztését, értékek elhullását jelenti. Itt egy olyan optikai csalódás van tulajdonképpen, vagy az látszik lenni ma, hogy itt a pártállam időszakában egyszerűen letagadtuk azt, hogy van egy ilyen mozgása a kultúrának, és azt akartuk elhitetni, hogy a legmagasabb szintű kultúrát minden emberhez el lehet juttatni. Azt akartuk elhitetni, hogy minden ember a mosogatás közben majdnem a Mamóka Bartók koncertóját fogja hallgatni. Hát ez egy vicc. De ebben nevelkedtünk tulajdonképpen, ebben a szemléletben, hogy a magas kultúrát a mindennapi emberekhez elvinni. Az úgynevezett tömegkultúrát azt mindig úgy lebecsültük, leszóltuk, és nem azzal foglalkoztunk, hogy a tömegkultúrában hogyan lehet értékeket belevinni, hanem megpróbáltuk azt kiküszöbölni. Most, hogy a piaci viszonyok uralma következtében ez a tömegkultúra, ez a fajta globalizált tömegkultúra, amire utalt egyenkultúra, ez úgy elöntötte a országot,
Most az a látszat keletkezik, mintha valami szörnyűség történne, holott beáll a dolgok természetes állapota. Több mint 20 éves a Comité Catholique International pour le Ciganes nevű nemzetközi társaság, melynek tagjai szerzetesek, papok és laikusok azzal a céllal alakították meg testületüket, hogy a cigányokat és nem cigányokat közelebb hozzák egymáshoz. Legutóbb Harkányba Európa 17 országából és a Vatikánból érkezett csaknem 100 résztvevő a kelet-európai cigányság helyzetét elemezte. Ő az Úr, énekelték közösen magyarok, cigányok, németek, franciák a közös istentiszteleten, amely jelképe lehetne a katolikus nemzetközi testület a cigányokért elnevezésű társaságnak és magának a konferenciának is. Céljuk ugyanis az, hogy cigányok és nem cigányok ismerjék meg egymást, teremtsenek kapcsolatokat az egyház segítségével. A Comité Catholique International pour le Cigane egy francia pap kezdeményezésére baráti társaság ként jött össze először, és ilyen személyes kapcsolatokkal bővülve alakult az elmúlt két évtizedben Európát átfogó baráti, pasztorális közösségé. Itt most a Harkányi konferencián 16 országból és a Vatikánból vannak résztvevők, körülbelül 70-en összesen. A társaság alapítója több mint 40 évig élt a cigányok között, tanulmányozta életüket, kultúrájukat. Az ő példáját követik papok, szerzetesek, apácák mind a mai napig. Ez mindenképpen csak így lehetséges, hogyha vannak emberek, akik évek során kapcsolatba kerülve a cigányokkal elfogadottá barátaikká válnak ott, akkor az ő személyükön keresztül átjárhatóvá válik az út aztán mások számára is. Illetve az egyházban lehetőség van arra, hogy közösségek is így találkozzanak egymással, és megismerjék, elfogadják, szeressék egymást. A társaság tagjai folyamatosan dolgoznak, építik a kapcsolatokat a hazájukban élő és más országbeli cigányok és nem cigányok között. Munkájuk tapasztalatait konferenciákon összegzik. A mostaninak a kelet-európai cigányság sorsa volt a fő témája, amelyet máshogy és mégis hasonlóan látnak a Vatikánból vagy Németországból. A világon 15 millió cigány él, ebből 8 millió Európában, ennek több mint fele Kelet-Európában. Mióta átjárhatóvá váltak a kelet-európai országok, sok cigány vándorolt egyikből a másikba, így újabb és újabb kapcsolatok alakultak ki a nemzetiségek között. A Vatikán egyik központi hivatala a vándorló népcsoportokkal foglalkozik, ezen belül az én feladatom a cigányok életének figyelemmel kísérése. Szerintem a legnagyobb gond az egyházon belül is, hogy rávegyük az embereket, foglalkozzanak velük, gondjaikkal, hiszen ők Isten gyermekei, fivéreink és nővéreink. A legfontosabb probléma, hogy Európa megosztottságának megszűnésével, a szocialista gazdaság összeomlásával hanyatlásnak indultak a cigányság életlehetőségei, erkölcse, kultúrája. Nem kell azonnal segítenünk nekik, csak ott kell lenni velük, mellettük. Hagynunk kell őket úgy, ahogy vannak. Nem kell őket megváltoztatni, nem kell őket olyanná tenni, amilyenek mi vagyunk. Társaságunknak hit szerepe van abban, hogy cigányok és nem cigányok közelebb kerüljenek egymáshoz. Ők gazdagodjanak, mi általunk, és mi ő általunk. Számomra két lényeges téma van ezen a konferencián. Az egyik az, az új helyzet, amiben kerültek a cigányok keleten és nyugaton egyaránt. A másik az új helyzet, amiben a szabadsággal az egyház került. Keleten az egyháznak meg kell találnia azt az utatmódot, ahogy fölépíti újra önmagát, és nem mindegy, hogy itt és most merre indul el. És ebben az elindulásban, amikor keressük az elindulásnak az útját, módját, akkor nagyon lényeges, hogy észrevegyük a cigányokat, akik itt vannak, hozzánk tartoznak, akik testvéreink és a segítségünkre szorulnak sok mindenben. Továbbra is hívhatják műsorunkat a 0680-as hívószám után, a 210-224-et kell tárcsázniuk.
aki ezentúl Kaposvárra látogat, egy újabb rendkívüli kiállítással gazdagíthatja programját. Gyenes János, vagy ahogy a világon mindenütt ismerték, Huán Gyenes fotóiból nyílt kiállítás a Somogyi megyeszékhely Vaszari képtárában. A királyok fényképésze, a fényképészek királya, aki félszívvel mediterrán, félszívvel magyar, világpolgárnak vallotta magát. Gazdag életútja során mindig ápolta szülőhazája emlékét. Ragaszkodott hozzá, hogy minden róla szóló kiadvány, cikk, interjú így kezdődjék, született Kaposváron, Magyarországon. Huán Gyenes, Gyenes János egy iskolát teremtett. A klasszikus portréfényképezés iskolája, ami magyar gyökerekből származott, és mindig magyarként fotografált. Az ő portréi nem csak az emberi arcot, hanem az emberi lelket is ábrázolták. Ő mindig megőrizte a saját stílusát, mindig megőrizte, hogy a világítása számára nagyon fontos, de legfontosabb a számára mindig és mindenkor az ember volt. Új magyar zenemű ős bemutatója is elhangzott azon a koncerten, amellyel visszatért a Pécsi Szimfonikus Zenekarhoz a régi új vezetőkarmester Howard Williams, aki sürgeti egy önálló pécsi hangversenyterem kialakítását. A közönség és a muzsikusok körében egyaránt népszerű angol karmestert, aki már csaknem másfél évtizede dolgozik együtt a pécsi zenekarral, a Dvorzsák, Ravel és Balassa Sándor műveiből álló hangversenyen készült zenés portréval köszöntjük. Nagyon kell koncentrálni, tá bra, pa 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 pa. Az első fülttel. Full. Howard Williams, aki a világ zenekarait bejárva, immár második alkalommal tér meg Pécsre, mint vezetőkarmester. Miért mondhatjuk azt, hogy Pécset fészket talált magának, állandó helyet, otthon? Igen, az talán furcsa visszajönni az egyik helybe, amitől eljöttem most már 3-4 évvel ezelőtt. De ez a helyzet, hogy amikor elment a Nicolas Pasquet, Skladányi Péter, azt mondta nekem, hogy nem szabad vissza, nem lehet visszajönni. És akkor azt gondoltam azon, hogy nem lehet visszajönni, mert miért visszajönni az egyik helybe.
amiből már elmentem, akkor azt gondolom, hogy talán ha nem ugyanaz a hely, hanem más hely, az jelent, hogy másik kondíciók. Az első dolog az a hangversenyterem, és itt a Pote aulában, hát elég itthon vagyok, de csak, szóval nem nagyon jól szól a zene. Hangos, mert egy orvostudományos egyetem van, akkor más ember itt vannak, van, és másik dolog itt van, és persze nincsen különös koncertterem, azért van egy tervünk, egy új, nem egy teljesen új épület, hanem átépítünk valamit, igen. Most a zenekar. Most is azért hasonlóan jó, mint amikor elment? Biztos. Ja. Már meg jobb. Azt hiszem, igen. Igen, sok jó fiatalok van benne, az nem csak azért, de egyre jobban ment. Az biztos. Howard Wilhelms mindig fontosnak tartotta, hogy magyar szerzők műveit játsza, Bartókot, Kodályt, Lisztet, Erkel Ferencet, és hát kortárs szerzőket is játszott, Pécset is és Pesten is. Most milyennek ismerte meg Balassa Sándor művét? Már csináltunk itt Pécset a Glárusi ének egyszer, és azt hiszem, hogy Budapesten is. Ezt a darabot pedig csak a másodikat, amit csinálom itt. És nagyon tetszik, szóval nagyon tetszik ez a darab nekem, és nagyon remélem, hogy Angliában is fogom ezt csinálni. Egy nemzet sorsában nagyon fontos, hogy tudjon ünnepelni, hogy legyenek olyan zenéi, olyan versei, olyan gondolatai, melyek ezeken a nemzeti alkalmakon meg tudnak szólalni. Ezért gondoltam, hogy a nemzeti panteon bővítem néhány hatalmas személyiséggel, költővel, zenésszel, gondolkodóval, akik a magyarság sorsáért sokat tettek, aggódtak, és a közösségért éltek. Ezeket az embereket föl kell mutatni, és én zenében tudom ezt megcselekedni, hogy aztán a magyarság magához ölelje azokat a kiválóságai, melyek értük élt. A zeném ezt szeretné szolgálni, és a zenekar ezt nagyon szépen tolmácsolja. Szép a szépséggel, rút a rútsággal találkozva, előbb-utóbb mindenki rálel a maga párjára, érdemei szerint. Ez lehetne a mondani valója a Szépség és a szörnyeteg meséjének, melyet számos változat után a pécsi Bóbita Bábszínház tűzött műsorára. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy gazdagból lett szegény ember, aki elindul, hogy rég elveszettnek hitt kincsel megrakott hajóját visszakapva, hozományt szerezzen leányainak, a gonosz Matildnak és a jószívű szépségnek. Hazafelé menet leszakít egy szárózsát a szörnyetek kertjéből, amiért cserébe oda kell adni egyik lányát, Szépecskét a szörnynek. Mivel Szépecske nem tud feleségül menni a szörnyhöz rútsága miatt, az meghal, de aztán a leány szeretetétől szép testben kell életre, és egymásra találnak. A történetet sokan sokféleképpen elevenítették már meg. Az eredeti történet egy kelta népmese, ami sehol nem lelhető föl. Mi egy ebből íródott francia mesét találtunk meg a Széchenyi könyvtárban, nem egészen jó fordításban,
és ebből a francia meséből dolgozott Cocteau is a régi Jean-Marais filmen, és ez a történet lett átírva bárszínpadra, tehát el lett hagyva egy csomó szereplő, aminek végül is semmi jelentősége nincs, a darabba is beletírva két mesefigura, egy manó és egy medve. Tarzanborz! Te végig itt ültél és nem szóltál! Hát nem te mondtad, hogy itt találkozunk a legnagyobb titoktartás közepette? Én csak őriztem a titkot. Látok itt egészen emberméretű nagybábokat, látok apró bábokat. Mi a szerepe? Az a dolog, ami a múltban játszódik, az a piti vajangbábokkal csináljuk, ez csak egy felvonás, és ahogy közelebb jövünk az időben, a történetben, az keltik életre ezek a gyönyörű bunrakú, embernagyságú két ember által mozgatott bábok. Mind a kettő keleti technika, egyébként én nagyon szeretem, mert nagyon érzékenyek, nagyon gyönyörű dolgokat lehet fölcsönni. Azt akarja, hogy kikaparjam a düllette, ne innen! Nem! A világért sem, kisasszony, hiszen azért jöttem, hogy megkérjem a pályos kacsóját. Feleségül akarom venni, érti? Műsorunk vége fele, a fúvózene kedvelőinek is szeretnénk kellemes perceket szerezni. Idén 9 zenekar játszott Kaposvár főterén a már hagyományos fúvózenekari fesztiválon. Föllépett a kalocsai, a székesfehérvári, a szolnoki, a kaposvári honvéd zenekar, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének Németországban állomásozó páncélos hadosztály zenekara, a vám és pénzügyőrség és a tűzoltóság zenekara, az Olaszka Negra fúvósai és a horvát Kastabirezesek együttese. Mindazoknak, akik nem voltak jelen a két órás műsor, szeretnénk ízelítőt adni következő felvételünkkel.
egyaránt. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Itthon című műsorunkkal, melyben építészeti folyamatokról lesz szó, melyek az elmúlt 8 évben zajlottak. A műsor vendégei szívesen válaszolnak az önök építészettel, városfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseire egyaránt. Mára azonban köszönjük figyelmüket, kulturális magazinunk legközelebb tehát egy hét múlva jelentkezik, holnap pedig a szokásos időben a Dél-Dunántúli híradót nézhetik meg. További kellemes estét!